Kedves nézőink, Körei Lászlóval, a Nyíregyházi Egyetem mentálhigiénés és esélyegyenlőségi központ vezetőjével beszélgetünk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Beszéljünk akkor első körben mindenképpen arról, hogy mit is takar ennek a központnak a jelentése, illetve a működése, hiszen szerintem akik hallják ennek a központnak a nevét, hát minimum akkor már rögtön találkoznak egy idegen szóval, ez pedig a mentálhigiéne. Mit jelent ez? A mentálhigiénés és esélyegyenlőségi központ a lelki egészség támogatását és az esélyteremtést hivatott megvalósítani a Nyíregyházi Egyetemen, és mi képviseljük azt a missziót, kedves munkatársaimmal, hallgatói önkénteseinkkel, hogy egy gondoskodó, esélyteremtő egyetemet építünk. Ez azt jelenti, hogy aki hozzánk regisztrál évelején, akár speciális szükségletű hallgató, akár épp hallgató, akár nemzetközi hallgató, személyre szabott tanulás támogatástól kezdve, mentálhigiénés konzultációkon, segítő beszélgetéseken vehet részt. Ez úgy működik, hogy mi egy nagyon fontos biztonsági pillérei vagyunk a Nyíregyházi Egyetemnek, és hát ugye amikor meghirdettük a gondoskodó egyetem stratégiáját, azzal a változó világ körülményeihez is alkalmazkodtunk, ugyanis a családoknak is üzenünk, azt üzenjük, hogy az ő gyermekük, aki hozzánk jön tanulni, biztonságban van. Szociális biztonságban, anyagi biztonságban, ami nagyon fontos, és intellektuális biztonságban. Azt szoktam mondani, hogy a Nyíregyházi Egyetem azért is jó választás, mert személyre szabott és egyénre szabott segítséget tudunk adni. A mi központunkban egy bizonyos kvótáig fénymásolunk, szkennelünk, laminálunk a hallgatóknak. Nagyon fontos, hogy olyan szolgáltatásokat is biztosítunk, amelyek lehetővé teszik azt, hogy akinek mentális problémái vannak, vagy esetleg speciálisabb igénye, pszichológusi tanácsadást is igénybe vehet. Kiváló az együttműködésünk a Pszichológia és Kisgyermeknevelő Intézeti Tanszékkel, ahol több pszichológus kollégina is végzi ezt a folyamatot az ő kompetenciáiknak megfelelően. Jó magam a legerőteljesebben a mentálhigiénés konzultációra, illetve az egyéni coachingra fókuszálok, ugyanis azt látom, hogy erre nagyon nagy igény van a hallgatók között, van egy ágazati ajánlás, és a környező egyetemeken nincs olyan egyénre szabott szolgáltatás, amivel ennyire biztonságban érezhetik magukat a hallgatók, és ezt nem mi mondjuk, hanem a visszajelzések, a felmérések. Tud mondani néhány példát, hogy milyen problémával fordulnak önökhez? Igen, alapvetően életvezetési problémákkal, generalizált, illetve szeparációs szorongással, ez már pszichológusi kompetenciát is igényel természetesen, párkapcsolati problémákkal, tanulási nehézségekkel, és bizony-bizony, amivel a leginkább találkozunk, ezek a családi problémák, családi nehézségek. Nagyon jó, hogy a kollégiumban a hallgatóink itt tudnak lenni, jó környezetben, jó közegben, segíti mindenképpen a tanulás támogatást. És az is jó, hogy egy olyan infrastruktúrát tudunk biztosítani, ahol van egy hallgatói közösségi szoba, van egy olyan kisebb terem, ahova el tudnak vonulni, tudnak közösen tanulni. És ugye mi a fogyatékkal élő hallgatókkal külön foglalkozunk a jogszabályok alapján. Egyénre szabott tanulástámogatást biztosítunk testi érzékszervi fogyatékkal élő hallgatók számára. 84-en vannak jelenleg regisztrálva úgy a központunkban, akik speciális vagy egyéni bánásmódot igényelnek, és bizony-bizony a 12 szakmai intézet munkáját könnyíti ez a mentálhigiénés központ a tevékenységével. Nagyon fontos, hogy eseményeket, rendezvényeket, konferenciákat is szoktunk szervezni. Most az évet, amikor megnyitjuk majd február 20-án, akkor a Growth Mindset logikát szeretném bemutatni a szervezet polgárság fejlesztése szempontjából. Ez azt jelenti, hogy egy növekedési potenciál, hogy hogyan tudunk együtt erősebbek és reziliensebbek, vagyis pszichésen ellenállóbbak lenni. És nagyon büszke vagyok arra, hogy az általam vezetett központ kivette a részét a Nyíregyházi Egyetem beiskolázási kampányában. Rengeteg helyszínen voltunk, azt szoktam mondani, hogy Záhonytól Hegyeshalomig hódítanunk kell, mert nagyon fontos, hogy a felsőoktatási szegmens az egy piac is, és a vállalati működésbe kapcsolt egyetemünknek az lehet az erőforrása, hogyha mostani változó világban nagyon erős, szociális, érzelmileg is intelligens és esélyteremtő hívószavakkal, valós fejlesztésekkel, ugye laptopot kapnak a hallgatóink, kiemelt ösztöndíjat, nagyon sok olyan szolgáltatást, amit más egyetemen nem, mi ott leszünk és ott vagyunk a felsőoktatás térképén. Azt tudom mondani, hogy aki hozzánk fordul segítségül, időpontot kér, akár e-mailben, akár személyesen, mindenféleképpen személyre szabott ellátást kap,
és bátran keressenek bennünket, mind a hallgatók, mind a szülők. Szülőkkel is élő kapcsolatunk van, nagyon fontos, hogy egy utánkövető rendszerünk is működik, és hát bizony hozzájárulunk ahhoz a jóléti well-being stratégiához, ahol Nyíregyháza egy vonzó város, a Nyíregyházi Egyetem egy tudáscentrum, ahova jó kapcsolódni még nehéz időszakban is. Mi ezt a biztonságot tudjuk erősíteni, kínálni és kívánni természetesen a hallgatóinknak. Körhi László, köszönjük szépen! Köszönöm szépen!